Kicsi Dió. Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falat kenyeret, olyan nagy szükség volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami kevés ennivalót keressen a gyermekei számára. Amint megy egy erdős helyen, elejébe áll az ördög ember képében, s azt kérdi tőle. Hová mész, te szegény ember? Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, ha valamihez nem fogok, mind meghalnak étlen. Feleli a szegény ember. Arra azt mondja az ördög. Azért egy tapottat sem menj tovább, majd én adok neked egy olyan portékát, amit ha okosan használsz, gazdag leszel, s nem lesz soha szükség a házadnál. Nesze, ez a kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit parancsolsz neki, mindjárt meg lesz egyszeribe. De hát én azért neked mit adjak? Azt kérdi a szegény ember. Én nem kérek sokat, feleli az ördög, csak azt ad nekem, amit te nem tudsz a házadnál. A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi eszébe nem jutott, s minthogy erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta a diót a szegény embernek, s elváltak egymástól. Hazérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége. Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte mind éhen halunk, úgy oda vagyunk. Én, hallod, de semmi ételfélét nem hoztam, azt mondja a szegény ember, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt pedig adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz. Ezt miért adta neked? Mert tudom, hogy ingyen csak nem adta, kérdi a felesége. Azt mondja rá a szegény ember. Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem tudok, azt adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is ígértem. Arra fellobbant a felesége, s azt mondja. No te pogány, mit tettél? Látod-e, én most várok gyermeket, s te azt nem tudtad eddig, s eladtad előre a gyermekünket. Már, feleség, arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lenni, azt mondja az ember, s parancsol a diónak. No te kicsi dió, az én házam népének velem együtt étel-ital, ruházat, s minden bőven legyen. S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép olyan jól lakott a legfinomabb ételekkel, ahogy többször sohasem. A gazda már most még nagyobbra akar terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki a kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn közel a faluhoz, az ő számára szép kaszálók s szántóföldek, azon kívül mindenféle marhák, majóságok. Meg is lett minden, éppen az ő kívánsága szerint. Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is megszületett a gyermeke. Mikor a legderekasabban folytatták a gazdaságot, egyszer egy este felé hozzámegy két öreg ember, s szállást kérnek tőle éjszakára. Ő adott is szállást örömmel, s jó vacsorát. Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két öreg a beszéd között a gazdának. Tudjuk mi, hogy az öreg ördög eljön az éjjel, hogyha lehet, elvigye a te legkisebb gyermekedet, akit te nem tudva szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk, hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a miszónkat, mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret, hadd legyen az ott az éjjel. A gazda az asztalra teszi a kenyeret, és azzal lefeküsznek, és elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben aludnának, egyszer tovább éjfél felé, kinn az ablak alatt megszólal az ördög, és azt mondja, hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben találkoztunk? Add ki most, én azért jöttem. E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, amivel mind aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon, és azt mondta, csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget tűrtem, s várakoztam. Engem még az elmúlt esztendőben ősszel elvetettek a földbe. Egész télen ott ültem, s várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszult az idő, akkor nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra nőjek, várj te is. Mikor az aratás eljött, valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett. Tűrj te is! Azután szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam, várakozzál te is!
Ott asztakba raktak, rám tapottak, hogy ropogtam bele, stűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott két darab fával agyba főbe, s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, teknőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel két óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. És akkor, ami a legnagyobb kín a világon, egy behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem, s várakoztam? Tűrj, s szenvedj, s várakozzál te is. Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, ővé lesz a gyermek, de abban bizony megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s azon túl nem lehet neki hatalma az emberek között. Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny gyermeke. Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg embernek, s megköszönte a feleségével együtt, hogy a fiacskájukat megmentették az ördög kezétől. A két öreg avval tovább utazott, s a szegény ember meg a felesége ma is gazdagon él, ha csak a kicsi diót ellenvesztették azóta.